Az elektromágnesesség használata a rádiózásban. A modern, drót nélküli üzenet közvetítés elmélete 1888-ban született. Hertz, Faraday és Maxwell elméletei alapján kísérletileg előállította és felfogta az elektromágneses hullámokat. Elektromágneses rezgéseket tekercsből és kondenzátorból álló úgynevezett rezgőkörökben állított elő. A rezgőkör kinyitásával a változó elektromos és mágneses mező kisugárzik a térbe. Így keletkeznek az elektromágneses hullámok. A nyitott rezgőkör révén működik az adó és vevő antenna, amelyekkel az elektromágneses hullámok által közvetített jeleket továbbítani és fogni lehet. Az 1890-es évek közepére az olasz Marconi és az orosz Popov egymástól függetlenül szikratávírót fejlesztett ki. Ahhoz, hogy rádiózni lehessen, a hangfrekvenciás jeleket, melyek a valódi tartalmat hordozzák, egy nagy frekvenciás vívőhullámra ültetik. Ez azért kell, mert a kisugárzott teljesítmény a frekvencia négyzetével arányos. Kezdetben a vívőhullám amplitúdóját hangfrekvenciás jelekkel modulálták. Manapság már a frekvencia modulációt használjuk, ami jó minőségű, zavarmentes vételt tesz lehetővé. Hétköznapi rádiókészülékeken hallgatható rádióadók a 100 MHz körüli frekvenciákon sugároznak. A földfelszíni televíziózás a 400-900 mhz tartományt használja. A mobiltelefon és adatforgalmazás már gigaherces tartományokban történik, de az elv itt is ugyanaz.